Olaszország. Államformája többpárti parlamentáris köztársaság, ahol az elnök, az államfő és a miniszterelnök vezeti a kormányt. Két törvényhozó testülete van, a 325 fős szenátus és a 630 képviselővel működő képviselőház. A népesség etnikailag egységes, 57 millió. Fővárosa Róma. Tempós életvitel, kommunikáció jellemző rájuk. Feltűnő a mindennapi életben is az érzelem erős kimutatása. A közvetlenség, kötetlenség, készség, a gyors kapcsolatteremtés. Ez a hivatalos kapcsolatokban is érzékelhető, de nem hat negatívan a kötelező tiszteletre. Alapvetően fontos a pontosság. A reggel általában délig tart, az este pedig éjszaka kezdődik. Ehhez igazodik a köszöntés is. A déli sziesta itt is fontos. Az emberek ilyenkor behúzódnak a nagy melegben a hűsre. Az üzletek itt is késő délután nyitnak, és éjfélig, sőt utána is nyitva vannak. Egy vacsora meghívás szólhat este 10 órára is. Az éjfél még társasági időpont. A nyelv elsősorban az olasz és annak dialektusai. Dél-Tirolban a német. Az üzleti életben az angol ismerete az elvárt. A megszólításban a signor, uram, signore, asszonyom, signora, kisasszony mellett a foglalkozásra utalás is divat. Dottore, orvos, professzore, tanár, avvocate, ügyvéd. A köszöntéshez a férfiak között a kézfogás természetes. Az olaszok üzleti partnereiket ismerősök körében keresik, de az idegenforgalomban hasznos, ha jó közvetítőink vannak. Szeretnek kicsit csevegni, lazítani, mielőtt a tényleges megoldásra térnének. Rendkívül figyelmes vendéglátók. Névjegykártya csak az üzleti életben elfogadott. Egyszerű, fekete-fehér. Beszédtéma sport, itáliai kultúra, konyhaművészet, olasz film. Vallás, második világháború, nem szerencsés. Az ízetlen tréfálkozás nem divat. Szívesen vitatnak meg mindent, de véleményüket nem változtatják meg könnyen. A család, a vállalat érdekei elsőbséget élveznek. A konkrétumok mellett a szubjektív érzések is szerepet játszanak a döntéseikben. A katolikus egyház jelentős befolyással bír gondolkodásukra. Ha mi vagyunk a vendégek, nekünk kell elsőként bemutatkoznunk az idősebb, nagy tekintélyű személynek megkülönböztetett tisztelettel. Keresztnéven csak külön felszólítás esetén lehetséges partnerünkhöz szólni. Az olasz öltözködés elegáns, sőt, piperkőc, színesebb, mint Közép-Európában. Jellemzője az elegancia és a modernség, a bátor, de mértéktartó színárnyalatok. Este és ünnepélyes alkalmakkor a férfiaknak a sötét öltöny kötelező, az ennél elegánsabb, csak kivételes alkalmakkor. Az olasz konyha méltán világhírű. Mindent vajjal, esetleg olívaolajjal főznek. Gazdag, változatos konyhájuk jó néhány nemzetközileg is elismert fogást tartalmaz. A különböző ízesítésű pizzák, tésztaféleségek, például a makaróni vagy a spagetti. Az olasz szakácsok másodpercre tudják a tészták főzési idejét. Mindig lefedve, tűzforrón tálalják. A reszelt sajtot és mártást külön tálalják. Leveseik, minestrone, minestralize viszonylag egyszerűek. Húsleves van. Meleg előételeik gombával, kagylóval, osztrigával nagyon sokrétűek. A tengeri eredetű ételek egyébként is gyakoriak. Sertés, marha, szárnyas egyaránt jellemző a fogyasztásban. A zöldség párolt vagy főzött. Az édességek terén vezet a fagylalt, gelato. Az italválaszték terén a sokféle regionális borfajta található. Főleg a Chianti Rosso, azaz könnyű vörös bor formájában. Természetesen sört is lehet kapni, de a változatossága nem túl jellemző. A különböző párlatok jellemzőek. Tömény alkoholt legfeljebb aperitívként fogyasztanak. A borra való 15%. Általában szerepel a számlán, amelynek kifizetése presztízs. A vendéglátó külön kérésére hozzák ki, hölgyek meg se kíséreljék társaságban a fizetést. Üzleti ajándékot a magasabb rangú vezetőnek illik adni, ez nem nagy értékű, de márkás legyen. A cég logójával ellátott tárgyat ne ajándékozzunk. A közvetlen partnerek részére márkás ébresztőóra, tollkészlet, bonbon, virága megfelelő. Otthoni meghívásnál csokoládé, virága háziasszony számára,
márkásból a ház urának, mivel a borokra nagyon kényesek. Olaszországban nincs államvallás, de túlnyomóan a római katolikusok vannak. Az egyháznak nagy befolyása van az emberek értékrendjére. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot. Reméljük, hasznosnak találtad. És visszavárunk csatornánkon hetente készülő újabb hanganyagokkal.